Az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében az Európai Mezőgazdasági Fejlesztési Alapterhére írta ki pályázatot még a közelmúltban, vidéki örökség megőrzése címmel. A 2008 őszén meghirdetett jogcímre 2009 elején be is adta pályázatát a Herczegkóti Római Katolikus Egyházközség. Az eredményes szereplésnek köszönhetően pedig ma már abban a megfogalmazott célok megvalósítása zajlik. A támogatásként elnyert 9,6 millió forintból elsőként megújul a templom fedése. Utoljára 1904-ben készült ez a templomfedés, és hát több mint 100 évet kibírt ugyan, de most legutóbb 2006-ban, amikor egy szélkár miatt javítatnunk kellett, akkor mérettük fel az állapotát, és hát akkor vált bizonyossá, hogy ezt már javítani nagyon nem lehet, ki kell cserélni, és ezért ezt választottuk. A munkálatok több hetet vesznek igénybe. Elsőként lebontották a régi tetőzetet, illetve a tetőlemezt és a deszkázatot, mert ezt úgy rögzítik a lemezfedést, hogy előzőleg bedeszkázzák a teljes tetőfelületet. Maga a felület meglehetősen tagolt, tehát bonyolult volt a szétszedése, a váz megmaradt, és aztán azt újra deszkázták, erre került két réteg kátránypapír, és most jelenleg a rézlemezzel való borítása történik. Emellett a templom falának vizesedését is szeretnék megszüntetni. Az ecélt szolgáló technikai megoldás ugyanaz lesz, mint legutóbb 1904-ben. A falak mentén egészen az alapok aljáig árkotásnak majd a kivitelezők, és ide dréncsövet helyeznek el, az itt összegyűlő vizet elvezetik, és ezeket az árkokat pedig kavicssal föltöltik. Gyakorlatilag ez a lényege. A beruházás befejezéseként a most munkaterületnek számító templom kertet is helyreállítják majd a pályázatnak köszönhetően.